mindenki is felkészítőink egy újabb videóban, és ebben a mai videóban folytatjuk a falusi életünket itt a jó kis piacunknál, és közben amúgy nem tudom. Sokkal több falusi van, tehát gondolom most költöztek ide, vagy ilyesmi. És hát ugye ott tartottunk, hogy találtunk egy ilyen csont dolgot, és ettől milyen nagyon gazdagok vagyunk. Ugye így mezőgazdaságilag. Ugyanis hát ugye végtelen farm kb. Nehogy ők arassák le, ez az én dolgom. Na. De ők amúgy, velük miért nem tudok trédelni? Tényleg ott volt az a farmer falusi, mennyink van? 23 búzánk. Meg kéne őt keresni gyorsan, és megkérdezni, hogy mennyibe kerülne nála egy smaragd. Haló? Itt? Nincs bent itt senki. Hol van? Azt nem akarom használni. Ez itt egy ilyen életmentő dolog van. Mert hát ugye faluban vagyunk, és bármikor jöhet raid. Ami nagyon nem lenne jó. De hát reméljük nem is lesz ilyen. Hol van a farmer? Haló? Nem. Ő nem az. Hol van a farmer falusunk, srácok? Ugye nem? Ő sem az. What? Mi? Belement a falba a falus, és eltűnt. Oké, és elég érdekes, na mindegy. De hol van? Ilyen jó kis kalapja volt. Haló? Ilyen gyűlés van közben. Nem tudom, mi történik, de ott... Nem. Az se ő. Nem tudom most, mi történik, na mindegy. Céklamagot kéne ültetni, mert a cékla az ugye... Tudjátok, hogy az ilyen drága nálam, hogy mennyi a cékla? 4 smaragd. Tehát annál már csak a víz drágább, ami tényleg vízkészletet is töltsünk fel, hogyha szeretnének esetleg venni. Ami hát ugye annyival áll, hogy ide jövök, örök víz, és így. Ugye tiszok is, de hát újra is töltöttem ennyi. Örök vízbe ez a jó. Na. Ó, itt még van búza, ezt amúgy leáratom, mert miért ne? Visszaültetem maximum. Így. Most akkor van már 29-ünk. Ennyi, hogyha megtaláljuk, már biztos egy smaragd. Már még mindig... Ő? Nem ő az? Haló? Vagy itt löködött be a falba? Ez a falusikánk? Nem tudom. Na mindegy, céklázzunk akkor a saját helyen, meg ilyesmi. Jó, hogyha ebbe belerakom. What? Roham! Nézzétek már az ott felül! Ajaj, ajaj, ajaj! Raiderik a falut! Nem hittem volna, hogy ilyen gyorsan használnom kell. Jó, gyorsan, ássuk ki. Jó, itt van. Oké. Nincs más választásom, falusiak, használnom kell. Jó. Hol vagytok, raiderek? Gyertek! Megvédem a falumat! Ó, közben itt egy kovács, Jézusom. Olyan laggal is, hol jönnek? Ott jönnek! Ne! Jó! Így! Gyorsan! Öljük meg őket, Jézusom! Nagyon sokat dincselnek! Au! Ne! Szerencsére az életmentés totem az velünk van. Jaj, még szerencsé, hogy kirakták a falusiak ezt az izét. Nem is tudom, hogy honnan szerezték. Biztos, hogy Nostól, vagy valamilyen hackertől. Ez olyan OP. Jó, most mi történt? Következő hullám. Ajaj. Harangoznak. Hol a harang is, mire jó? Itt a harang, Jézusom, mennyien vagytok. Menjetek már innen. Ez mi? Hol jönnek? Remélem, hogy nem csak erre az egy hullámra használtam. Nem, ott jönnek. Nem csak egy hullámra használtam szerencsére el. Jézusom. Az életmentés totemet, mert hát azt a falusiak hosszú munkával keresték meg. Az, hogy kitől, azt mondjuk nem tudom. De nagyon OP, mert ad ilyen nagyon jó regenerációt. Jézusom, itt meg közben ilyen ijász torony van kb. Jó. Gyorsan. Kerülgessük és öljük őket, mielőtt lejár a regeneráció effekt, vagyis hát azért az ilyen isteni totem se tart örökké. Na, hol jönnek?
meg kell védenünk a falu, srácok, minden áron. Minden áron meg kell védenünk. Valahol trombitáltak. De hol? Jézusom, már jön az a nagy bika izé-szerűség. Tól én félek, bár ott forog. Iron Golem, tényleg! Jó, öld meg! Itt van! Itt van ez a pusztító dolog. Na gyere! Gyere rám! Gyere! Harcoljunk meg! Harcoljunk a faluért! Jó! Iron Golem, gyere segíts! Jézusom, ez az Iron Golemnél is sokkal nagyobb. Iron Golem menni fog? Jó? Oké, neki kezdett. De csak oda kell bújnunk, mert nekem még tart a regeneráció effekt. Addig meg az Iron Golem elvégzi a munkát. Jó, ügyes Iron Golem, ez az! Easy, nyereg. Ez az. Jó fej vagy, Iron Golem, bírlak. Na. Hol a következő roham dolog? Szerencsére szerintem még csak egy pár falusi halt meg. Bár nagyon remélem, hogy egy csak majd visszanézem a videót. Meg népszámlálást tartunk. Na, hol van? Most őket még, vagy nem trombitáltak? Most nem trombitáltak. Ennyi volt? Nem, onnan jönnek, ott a nagy. Ott a nagy izé. Au. Au. Meg 100 élete van. Ezt valahogy negyen el kéne csalni. Csak addig meg a többit is meg kéne ölni. Mert azt szerintem nem megy rá a villagerekre, ha már egyszer engem megtámadott. Jajjaj. Vigyázzunk. Szerencsére még rajtam van ilyen effekt, és szinte hallatatlan vagyok. Jó, oda bementek a falusiak, ügyesek. Tudják, ezek mit csinálnak. Munkerbe vonultak. Karanténba, ha valakinek ez így jobb. El nem dobtak nekem ilyen íjat? Na, ne ütegessél már. Na, gyere! Megharcolok Iron Golem nélkül, na mi van? Mi van? Bántod a falumat? Gyere! Ennyi, megmentjük a falut. Megmentettük a falut, srácok! Roham! Győzelem! Én vagyok a falu őse! Tűzijátékok! Tűzijátékok mindenhonnan, de szép! Jézusom! Easy! Wow, de szépek! Nagyon adom. De jó! És ez mi ez az effekt rajtam? Falu hőse! És akkor ez most miért jó? Valaki... De mi most adnak nekem ingyen cuccokat esetleg? Haló? Ingyen cuccokat nem adnak? Ez nagyon jó lenne, mert nincsen az én. De tényleg gratuláljunk az Iron Golemnek is, ugyanis lehet, hogy nélküle már meghaltunk volna attól a nagy pusztító izétől. Gratulálok, Iron Golem! Te is megmentetted a falut, és ezzel bebizonyítottad te is, hogy hű vagy a faluhoz, meg minden, bár szerintem inkább én bizonyítottam be, ugyanis én új vagyok. Ezt a totemet szerintem visszaásom, szerencsére nem használtuk el csak az effektet róla. Ezt majd nem tudom, megkérem a falu varázslóját, hogy ezt csinálja vissza. És akkor így csempészük vissza egy másik esetre. Már csak ugye annyi a rossz, hogyha esetleg effekt nincsen rajta, akkor az rip. Jó, így. Na már. Ajaj. Beragadtam. Akkor úgy kéne csinálni, hogy... Ó, 3 emerald! LOL! Ezt kitől kaptam a 3 emeráldot? De jó. Így. Befedjük. De kaptam 3 emeráldot. Mi? What? Dobálnak cuccokat. Szevasz. Hello. És dobáltok nekem dolgokat? Ha? Dobáljatok nyugodtan. Ó, kapok magot. Ez szépen. Hol van valami nagyobb gyűlés, ahol esetleg még ugyanígy kaphatok smaragdot. Sziasztok. Adsz valamit? Ti? Ja, se tudjátok, mi van szerintem.
Tehol senki? Na mindegy, akkor én köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, szerintem ez egy nagyon eredményes videó volt, ugyanis megmentettük a falunkat, és ezzel bebizonyítottuk, hogy igazi falusi lakók vagyunk. Úgyhogy, köszönöm szépen, hogy megnéztétek, ha tetszett, dobjátok egy lájkot, iratkozzatok fel, és nem nyertek be a csengőt. Sziasztok!